Február 3-án már harmadik alkalommal hívta lakossági fórumra az érdeklődőket Pintér Erika és Spisák György. A fórum első részében két tájékoztatás hangzott el az aktuális eseményekről, majd a jelenlévők tettek fel kérdéseket a rendezvény szervezőinek. A fórum, mondhatjuk azt, hogy a szokások szerint Spisák György, majd Pintér Erika tájékoztatójával kezdődött, illetve a rendezvény második részében került sor arra, hogy a jelenlévők kérdéseket fogalmazzanak meg. Spisák György részletesen foglalta össze, hogy mi történt a képviselőtestületben, a polgármesteri hivatalban az elmúlt héten. Az események között először a január 28-i testületi ülést említette, melyet véleménye szerint szabálytalanul hívott össze Vargáné Balogh Irén képviselő. Spisák György Lex Tiszafürednek, Tiszafüred törvénynek nevezte azt a január 25-én meghozott kormányrendeletet, amely lehetővé tette, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló személyt nevezzen ki kötelezettségvállalónak a képviselőtestület. Idézte azt a kormányhivatali állásfoglalást, amelyről Rencné dr. Bezdán Edit helyettesítő jegyző szóban tájékoztatta a képviselőtestületet január 28-án, amely több törvényességi kifogást fogalmazott meg a testület működésével kapcsolatban. A következő esemény január 30-án szerdán történt, az Ifjúságpolitikai Bizottság nem mer dönteni 150 segélykérelemről, pedig ha ott lett volna az ügyintéző, azt megmondta volna, hogy a kérelmek jogosak. Február 1-én összehívták a testületi ülést Pintér Erika fegyelmi eljárásának lezárására, de a testületnek csak 5 tagja volt jelen. Január 29-én zárt pénzügyi bizottsági, majd testületi ülés volt, ahonnan nem szivárgott ki semmiféle információ, hiába kérdezte telefonon az egyik képviselőt. Kérte a helyettes jegyzőtől a testületi határozatot, amit csak másnap délután kapott meg. Az iratból kiderült, hogy a testület az adósságrendezési eljárás megindításáról döntött. Spisák György részletesen elmondta, hogy a város tényleges, 90 napon túli szállítói tartozása 50 millió körül van. Az adósságrendezés nem egy pozitív dolog. Abátszalókon közel egy éve tart az eljárás, ahol a szállítók 20%-nál többet nem kaptak meg a pénzükből. Az adósságrendezési eljárás megindult, ezen változtatni nem lehet. Nagyon gyorsan elindult a folyamat. Döntött a testület 29-én, a bíróság egy nap alatt meghozta a végzést, a cég közlönyben február 1-én megjelent a közzététel, hétfőn február 4-én megérkezik a pénzügyi gondnok, majd a szállítókat, a kifizetetlen számlákat fogják sorba rakni. Spisák György sorolta, hogy milyen hátrány éri a várost ebben a helyzetben. Az önként vállalt feladatok bizonytalanná válnak, nem lesz finanszírozva a nyári rendezvény, nincs költségvetés, amíg az adósságrendezés be nem fejeződik, addig az adósságkonszolidációt nem lehet elkezdeni, nincs kötelezettségvállaló. Bizonytalan a munkaügyi helyzete Rencné dr. Bezdán Edit helyettesítő jegyzőnek, hiszen nincs megállapodás Tiszafüred és a megyei önkormányzat között a kinevezéséről. Ezután Pintér Erika mondta el a véleményét a városban történtektől. Véleménye az volt, hogy ami történik, az egy jól megírt forgatókönyv, ahol mindennek és mindenkinek megvan a maga szerepe. Sorolta a november 30-ai, a december 15-ei eseményeket, ahol minden elő volt készítve, még a megyei önkormányzat ügyrendi bizottsága és a közgyűlés is meghozta a szükséges állásfoglalásokat, intézkedéseket. Miért nem indították el korábban az adósságrendezési eljárást? Mert a jogszabályi változásokra kellett várni, vagyis arra, ha a településen adósságrendezési eljárás volt, a polgármester a következő ciklusban már nem indulhat a polgármesteri tisztségért. Pintér Erika gondolkodott azon, hogy mi lenne, ha lemondana a tisztségről. Véleménye az volt, hogy nem változna a helyzet semmit. Ismét elmondta, hogy milyen ok miatt indítottak ellene fegyelmi eljárást.
úgy számolt, hogy a fegyelmi eljárást azért halasztották el, mert január 29-én meghozott testületi határozat ellen az adósságrendezési eljárás megindításáról a polgármesternek 3 napon belül vétójoga van, ami halasztó hatályú, tehát ezt kellett megvárni. Befejezésül Pintér Erika elmondta, hogy az adósságrendezési eljárás megindítása nem visszafordítható. Spisák György a szállítói tartozásokról elmondta, az, hogy mikor, milyen számlát fizetnek ki, nem a polgármester állítja össze, hanem az élet. Részletezte, hogy a 90 napon túli tartozások 50 millió forintja miből tevődik össze. 4,2 és 3 milliós vitatott tartozás, a kistérségnek fizetendő 7 milliós összeg, a Remondisnak fizetendő 16.925 és 21 millió forint. Pintér Erika azokat a kérdéseket vette elő, melyet előre írásban megküldtek a részére. Ezek egy része az adósságrendezési eljárásra vonatkozott. Szóba került a gimnáziumban zajló építkezés, ahonnan levonult a kivitelező, a 2012. januárjában elkészült állami számvevőszéki jelentés. Itt elhangzott, hogy az állami számvevőszék pont azt vizsgálta, hogy a kormány megbízásából mi az oka az önkormányzatok eladósodottságának. Itt is elhangzottak a kötvénykibocsátás adatai. 2007-ben 2 milliárd forint svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki az önkormányzat, amiből 700 milliót működési kiadásokra költöttek el. A második kötvény kibocsátására 2008-ban került sor, amit szintén működésre használtak fel. A pénzügyek között szóba került az a 100 millió körüli összeg, amelyről 2011-ben derült ki, hogy nem fizették vissza a banknak. Pintér Erika úgy gondolta, hogy ebben mindkét fél hibázott, megszegte a forrás felhasználási szerződést. A jelenlévők közül Olá István kért szót, aki felvázolta, hogy miről is kellene beszélni. Helyzetértékelésről, a következményekről és arról, hogyan tovább. Összeadta a város adósságát, ez szerint 4,9 milliárd forint adósság tömeggel kellene megbirkóznia Tiszafürednek. Pilhofer Csaba érdekes és megválaszolatlan kérdéseket fogalmazott meg. Kinek állt érdekében az, hogy a város két táborra szakadjon? Meddig vagyunk kötelesek eltűrni ezt a képviselőtestületet? Ha a polgármester tényleg nem tájékoztatta a testületet a város pénzügyi helyzetéről, akkor mondjon le. Balla Sándorné az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek megvásárlásáról, Kovács Veronika arról érdeklődött, hogyha összeomlik a város, akkor azt kin lehet számon kérni. Az adósságrendezésről elmondta tapasztalatait Farkas László, Tiszabuda polgármestere, aki azért jött el a fórumra, hogy jelenlétével támogassa Pintér Erikát. Elhangzott, hogy Buda ellen 2010-ben a gázszolgáltató indította meg az adósságrendezési eljárást. Spisák György az abátszalóki példát említette, ahol szintén jelentős volt a hitelállomány. Az eljárást a bank akaszthatja meg, ha lejártá teszi a kötvényszerződést, vagyis azonnal vissza kell fizetni a tartozást. Amíg nincs megegyezés a bankkal, addig nincs megegyezés senkivel. A 3 órás lakossági fórum Pintér Erika zárszavával fejeződött be.